fel kell virágoztatnunk a sajátos magyar nemzeti kultúrát, hagyományaink, művészetünk, ősi hiedelemvilágunkkal elegyített keresztény hitünk erősítését a Kárpát-medencében és azon túl. Erről zárt ajtók mögött beszélt az emberi erőforrások minisztere Kásler Miklós. Hogy tart-e még a kultúrharc, azt Kukorelli Endrétől kérdezzük. Jó estét! Jó estét, Szava! Azt mondd meg nekem, kérlek, hogy ez az egyáltalán. Hogy ez kultúrharc-e? Itt azt próbálják most Magyar Idő főszerkesztőtől kezdve fideszes politikusig mindenkik elmondani, hogy ez házon belül, hát hadd vitatkozzanak már magukkal arról, hogy itt ez most micsoda, ami felé megy a magyar kultúra. És hogy semmi másról nincs itt igazán szó. Miközben az ellenzék nagy része például kultúrharcot, sőt elnyomást sikít. Hát ugye mi a harc? A futballmeccset is lehet harcnak nézni, és a többi. Szokták is annak nézni, és tulajdonképpen ebben van is valami. Én azt gondolom, hogy a kultúrán belül is, mint minden területen, mindig is volt harc, vagy küzdelem, vagy hát ilyen erőteljes kompetíció volt mindig, és volt kooperáció is. Tehát az a jó élet, amikor a harc és az együttműködés egyfajta egyensúlyban van, most egy kicsit ez eltolódott. De hát, hogyha megnézzük, mondjuk, mit tudom én, akár nem menjünk Ádámig éveig vissza, de megnézzük mondjuk a század legelejét, hogy Adi korábban milyen kulturális harcok voltak, vagy a két háború között a 30-as években, vagy akár amikor a Rákosi alatt teljesen kiszorították az irodalomnak egy jelentős részét, meg kell nézni például az újholdasoknak a volumen, tehát a műveik volumenét, tehát a méretét, ugye, hogy milyen kicsi. Tehát ez mindig is volt, most eléggé csattognak így a azt mondod, hogy megvannak a saját tradícióink ahhoz, hogy hova kell nyúlni egy jó kultúrharcért? Na mondom, tehát ez de hát a minta az ugyanaz maradhat? Én ezt még egyszer mondom, természetesen tartom a harcot, vagy a szembenállás, vagy az érdekek érvényesülését, és összecsapását. Csak az a probléma, hogy akkor válik, mondjuk előbbi metaforámnál maradva a futball, akkor válik undorítóvá, amikor unfair, tehát amikor szabálytalanságok vannak. Hát akkor elkezdik egymást letapolni, és lehet, hátulról felhúdosni. Úgy is lehet boxolni, hogy ő alatt nem ütünk, és ez most ő alatt megy. Vannak-e olyan területek a magyar kultúrában, amik maradjunk ennél a foci hasonlatnál, sérülések nélkül megszerezhetők? Van-e olyan tér, van-e olyan felület, ami úgy szerezhető meg a másiktól, hogy az szinte fel sem tűnik, az nem fáj, az úgy épül szinte, mint egy igazi ház? Természetesen benne vagyunk egyfajta ilyen rövidlátás, óhatatlanul benne vagyunk egy helyzetben, és onnan nem nagyon látunk ki, de visszagondolsz abba, hogy arra, hogy mondjuk a 70-es évek még mi lehetett, milyen tele lehetett egy a kultúrában dolgozó embernek, vagy egy írónak például, hogy vagy publikáltak téged egy lapban, egy viszonylag kevés számú lapban, vagy nem. Ugye, ha nem, akkor kész, akkor nem rúgattál labdába. Most tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a tér az eléggé kitágul, tehát nem vagy beszorítva az ország keretein belülre, és az internet az végsősorban egy nagy tér. De hát arról van szó, hogy vannak kőkemény erőforrások, és az erőforrások, ezek rendkívül rosszul vannak leosztva, vagy igazságtalanul, méltatlanul. Na most, ugye van az egyik oldal, amit a Fidesz oldalnak szoktak leírni, ott van egy ilyen nagyon erőteljes ilyen sértődőség. Alapvetően ez a társaság alapvetően meg van sértődve. A másik oldal pedig, ami mondjuk ilyen ballipsinek szoktak csúfolni, ott pedig tényleg kitapintható egyfajta, most általánosítok egy kicsit, és igazságtalan vagyok, de van egyfajta, tényleg egyfajta lenézése a másik oldalon. Tehát van egyrészt egy lenézés, másik oldalon meg egy frusztráció. Ez nagyon, nagyon veszélyes. Ebből ki kéne jönni. Tehát de, mind a két oldalnak... De nagyon fontos, teljesítmény alapú a lenézés, és teljesítmény hiányos a frusztráció, vagy ezekettől teljesen függetlenek, mert ugye azt mondja a balliberális oldal, hogy tessék olyan alkotásokat letenni az asztalra, amik méltók. És most már állítólag Orbán Viktor is ezt mondta. És hát a másik oldalon is vannak olyan
emberek, épp az Elsimon például ezt effektív nyilatkozta, és olvastam, és nagyon tetszett, egyetértek vele, hogy tessék, igen, ugye kasákra szokta kivatkozni, hogy művek ellen csak művekkel lehet halakozni, hogy így mondjam, tessék műveket csinálni. De hát ezt már Sztálin elvtárs is megmondta, hogy írók alkassatok remek műveket, tehát ez így nagyon nehéz ügy. Parancsra ez nem megy, de van okkal, nem, nincs, de van alapja ilyen módon a lenézésnek és a frusztrációnak? A lenézésnek szerintem semmilyen alapja nem szabadna, hogy legyen. Tehát egymást ne nézzük le. Kétségtelen ugye, hogy minden ember kapacitása meglehetősen korlátolt, az enyém az mindenképpen. Tehát nem tudsz mindent elolvasni, minden előadást megnézni, stb. Tehát nem lehet egy teljesen átfogó képet, de mindenképpen törekedni kéne a másik oldal valamilyen szintű megértésére is. De én nagyon párbeszéd hívő ember vagyok. Azt gondolom, hogy ez most egy helyzet olyan, amilyen, és próbáljunk ezzel valahogy, nem tudom, javítani, mert rámegy az életünk, és rámegy. Ugye a magyar kultúra az egy veszélyeztetett állatfajta, hogy úgy mondjam. A kortárs kultúra az nincs oktatva az iskolában, és tulajdonképpen annak a pár tízezer embernek a horizontjában van csak benne, aki tudatosan lép be ebbe a diskurzus térbe. És akkor viszont ezeket az embereket nem szabad elijeszteni ezzel a harccal, hanem minél több embert meg kéne győzni a tekintetben, hogy a kortárs kultúra az nagyon izgi. Tehát az fincsi. Nem azért kell olvasni ezeket meg, nem azért kell nézni meg. Az nem politikai harc, az egyszerűen csak jó. Mert, hogy te művelt legyél, meg sznob legyél, meg minden, hanem szórakozz, élvezd a dolgot. És hogyha egy ilyen harci telepre mész be, ahol egymásnak, csak az egymásnak feszülést érzékeled, akkor baj van. Tehát én személy szerint azt szoktam mondani másoknak, akik aztán ezzel nem nagyon szoktak egyetérteni, hogy el kell menni mindenhova. Tehát én elmegyek mindenhova, ahova hívnak. És elmondom a saját véleményemet. És mások meg azt mondják, hogy nem szabad ide menni, meg oda menni, nem szabad ezekkel, meg azokkal szóba állni. Ez szerintem ez nem jó, ez nem jó út. És az fontos, hogy kinek írsz? Érdemes azt tudni, hogy az ember kinek tud szólni? És hogy melyik oldalnak tud szólni adott esetben? Én kb. 20 évet tanítok, ez nagy szó, tehát foglalkozom olyan szerzőkkel, akik írni akarnak, tehát ilyen kreatív írás kurzusokat vezetek, és azt szoktam mondani, hogy tessék rendesen beszélni, hogy te a szövegedben rendesen beszélsz, azt mások le fogják venni. Mert mindenki vágyik az őszinte beszédre. Arra, hogy nem a szép írásra, nem a szépségre, mert nem tudom, mire vágynak, mert őszinte beszédre. A nagy művek azok brutálisan autentikusak, brutálisan őszinték, és melbevágják azt, aki befogadja. De hogyha azt veszi észre a potenciális néző, hogy van egy terület, ahol acsalognak egymást az emberek, nettó acsalgás van, az akkor nem fogja azokat a műveket a kézbe venni, ebben biztos vagyok. A művek harca, vagy alkotók harca. De egyébként tényleg az, hogy a harc az emberi dolog, tehát arról van szó, hogy én megértem azt, aki harcol. Azt nem értem meg, aki engesztelhetetlen. Tehát aki azt mondja, hogy a másikat nem tudom, meg kell semmisíteni, le kell törölni, át kell gyalogolni rajta, hogy az gazember, stb. Ez nekem nem tetszik. És abban a pillanatban, hogyha túlzottan kiéleződik ez a két pólus, akkor nem tudsz kijönni ebből a rossz diskurzusból. Tehát azért kéne valami fajta párbeszédre törekedni minimálisan, akikkel lehet. Mert van, akivel nem lehet, ez tény. Mert van, aki olyan szinten érdekelt a két osztat fenntartásában, mert vagy azért, mert neki ő már mindent megkapott, vagy azért, mert még semmit sem kapott meg, és mindent meg akar kapni, ugye? Ezek az emberek meglehetősen be vannak szorítva a saját vélemény. És ők a leghangosabbak általában. És hát igen, ők nagyon, nagyon nem bírják elviselni azt, hogyha mondjuk például nem nagyon szeretnék azt, hogy itt valami kisebb fajta ilyen, nem tudom, megegyezés, vagy minimális megegyezés legyen. Köszönöm, hogy elmondtad. Kukorari Endre volt a vendégünk. Köszönöm szépen. Mindjárt a kontrával folytatjuk.